Június 15-től kezdik el az aszály sújtotta gazdák kárpótlását, jelentette be Ádián orosz mezőgazdasági tárca vezető a tegnap esti kormányülés elején. A miniszter és Ludovik Orbán kormányfő ugyanakkor megragadták az alkalmat, hogy élesen bírálják a parlamentet, amiért a gazdák kártérítését előíró jogszabályt fogadott el. A gazdáktól érkezett kárjelentések szerint 1.600.000 hektár mezőgazdasági területet sújtott az aszály. A kárfelmérő bizottságok azt tervezik, hogy június 15-éig készüljenek el a pontos kimutatások megyék, községek és parcellák szerinti leosztásban. Ezt követően kezdik el a gazdák kárpótlását. A kormányülésen Ludovik Orbán miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy a parlament is megszavazott egy erre vonatkozó törvényt, amely azonban kivitelezhetetlen. Erősen kell tartanunk magunkat, mert a parlament minden héten a nyakunkba zúdít néhány olyan szabályozást, amelyre nincsenek meg a kellő pénzforrások. A képviselőház május 27-én szavazta meg döntőházként a PCD törvénytervezetét, amelynek értelmében kártérítést kapnak azok a gazdák, akiknek a termésében kár keletkezett a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatt. Ezzel a törvénnyel nem tettek mást, mint azt, hogy elfogadtak egy kivitelezhetetlen jogszabályt, amely lehetetlené teszi a gazdák számára, hogy hozzáférjenek a pénzösszegekhez. Az Európai Bizottság nem hagyott jóvá semmi ilyesfajta támogatást, így a szociáldemokrata párt kezdeményezése mindössze egy populista gesztussal ér fel, tette hozzá Orosz.